Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokság 8. fordulójában egy pontos vereséget szenvedett Zalaegerszegen az atomerőmű ESE férfi kosár csapata. A találkozó után Szrecskó Szekulovics lemondott, amit a vezetés elfogadott. A folytatásban a Schmidt Béla, Ján Pavlik edzőpáros dirigálja a csapatot. Egy pontos vereséget szenvedett Zalaegerszegen az atomerőmű ESE férfi kosár csapata. A találkozó után Szrecskó Szekulovics lemondott pozíciójáról. Mindkét csapatnak nagyon fontos volt a meccs, nagyon gyengén kezdtük a találkozót, sok kosarat kaptunk. Volt lehetőségünk visszajönni és meg is nyerni a meccset, de nem tudtunk élni a lehetőséggel. Nem ez az első, hogy kicsi különbséggel kaptunk ki. Nem szeretnék tovább dolgozni Pakson, mivel nem tudom úgy építeni a csapatot, ahogy szeretném. Nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szekulovics. 8 meccses periódust zárt le Szrecskó Szekulovics az idei bajnokságban, mikor is távozott az ASE csapatától. Ez időszak alatt 3 győzelmet és 5 vereséget jegyzett a gárda, és a 11. helyről várhatja a folytatást a 14 csapatos bajnokságban. 8 meccses periódus, amit itt töltött Szekulovics, alapvetően sok tapasztalatot hozott. Összességében én továbbra is jó edzőnek tartom, és ez nagyon jó hangulat volt a csapat körül, nagyon jó volt a kapcsolata velem, a vezetőkkel, a játékosokkal, bizonyos konfliktusokat is tudott kezelni. Ennek ellenére, és annak ellenére, hogy a közösen kiválasztott játékos állomány véleményem szerint továbbra is jónak tekinthető, valahogy az eredmények nem ezt igazolták. És hát ugye közben is már végeztünk értékeléseket, sőt, hát ugye a kritikus Zalaegerszeg elleni meccs előtt gyakorlatilag szűk egy héttel volt egy határozottabb ilyen értékelő megbeszélés, ahol ugye az edzővel és hát én beszélgetve a személyzet, a stáb többi tagjával, illetve játékosokkal is meghatároztunk bizonyos területeket, ahol hát javítani kellene. Ezeket én átbeszéltem az edzővel, összességben mindent pozitívan fogadott, de ugye most jött ez a mérkőzés, ahol ugye nyilván ilyen új intézkedések vagy elhatározások nem hoznak azonnal eredményt, de ez a mérkőzés, ez ugye úgymond, és ez nem a mi oldalunkról, hanem egyáltalán megpecsételte a sorsát, amit ugye maga végül is ugye úgy ítélt meg, hogy ez már sok. Az ASE vezetése elfogadta Szrecskó Szekulovics lemondását. Határozatlan időre Schmidt Béla veszi át a vezetőedzői pozíciót, míg Ján Pavlik másodedzőként fog segítkezni a munkában. Így a héten már az új edzői stáb készíti fel a csapatot a folytatásra. Schmidt Béla már nem először kapott bizalmat az elmúlt évek évtized alatt. Hazai páros is volt már korábban is, akik sikerrel vették az akadályt, akkor Schmidt Béla mellett ifjú Morgan Frigyes állt. 15 millió forintból teljesen felújították a szekszárdi sporttelepen található 2 műfüves, kisméretű futballpályát. A küzdőtereket a helyi utánpótlás nevelő futballklub játékosai összesen több százan napi szinten használják. Amikor pedig nem ők koptatják a műgyepet, akkor amatőrök játszanak itt gyakorlatilag egész évben. A főként TAO támogatásokból megvalósított fejlesztést emellett az is indokolta, hogy a szekszárdi egyesület az MLS képzési rendszerében hivatalos alközponti szerepet tölt be. Ezzel a címmel az is együtt jár, hogy az egyesületnek komoly tárgyi feltételekkel kell rendelkeznie. Először edzhettek a szekszárdi utánpótlás nevelő futballklub játékosai a felújított kisméretű műfüves pályákon. A küzdőtereket az UFC különböző korosztályú játékosai napi szinten használják, ezért régóta várták már a 10 év átadott pályák felújítását. Számukra az nagyon fontos, hogy minél többen legyenek, akik a futball mellé állnak. Egyébként alapvetően valamivel több mint 500 fő a Szekszárd UFC által foglalkozásain résztvevő gyerekek, kislányok és felnőttek száma.
A most felújított műfüves pályák mellett a szekszárdi UFC szakemberei a város több óvodájában is hasonlóan jó körülmények között igyekeznek minél fiatalabb korban felfedezni a tehetséges gyerekeket. 6 óvodában tartunk óvifoci foglalkozást. Azért szeretnénk minél előbb elhalászni a gyerekeket a foci számára, de természetesen nem vagyunk önzőek, mert tudjuk, hogy nem lesz mindenkiből futballista, és nem marad mindenki meg a foci mellett, de az egy fontos dolog, hogy elkezdjen sportolni. A két pálya felújítása 15 millió forintba került, ám a munka ennél jóval kisebb mértékben terhelte meg a szekszárdi önkormányzat költségvetését. A pénz nagy részét ugyanis a TAO támogatási rendszeren keresztül környékbeli vállalkozások biztosították. Ahhoz, hogy az UFC már óvodás korban jelen lehessen a szekszárdi gyerekek mindennapjaiban, nem csak elhivatott edzőkre és szakmai stábra van szükség, hanem a helyi önkormányzat folyamatos fejlesztéseire is. Az elmúlt években ugye az óvodákban, az iskolákban folyamatosan építettük a műfüves pályákat, de természetesen a szekszárdi labdarúgásnak vagy a sportnak a központja az itt a sporttelepen található, és itt van ugye két kisméretű és egy nagyméretű műfüves pálya, úgyhogy ha az óvodások elkezdik a labdarúgást, aztán iskolában folytatják, végén majd itt fognak kikötni. A két műfüves pálya élettartamát a szakértők 10 évvel ezelőtt a megépítésükkor 8 és 12 év közé satszolták. Az új műfű borítás tehát időszerű volt, de nem csak ezt és azt a több száz igazolt játékos szem előtt tartva mondható a fejlesztésről, hogy a helyi közösséget szolgálja. A műtepet ugyanis a sportkedvelő amatőrök is egész évben koptatják. Rengeteg olyan sportmérkőzés volt itt, például országos diákolimpiai döntőt rendeztünk, a katasztrófavédelem országos, illetve regionális sport napját, Magyar Államkincstár sportnapját, úgyhogy lehet azt mondani, hogy ezek a pályák, amikor csak a idő engedi, akkor használatban vannak télen-nyáron, hiszen a téli időszakban a havat is lekotorjuk róla, akkor jóformán ez a két kicsi, illetve a nagy műfüves pálya az egyetlen terület, amit ez is lehet használni. A megye egyik legrégebbi folyamatosan működő sportegyesülete a szekszárdi kórház ese, mely a tenisz szakosztály megszűnése után ma már két szakosztállyal működik. A vívás válságos helyzete után mára újra pezsgő élet jellemzi a mindennapokat. A természetjárók gyülekezete őrzi stabilitását, mintegy fél százan remek közösséget alkotva bebarangolják Magyarországot, s néha a határon túlra a szomszédos országokba is ellátogatnak. Az 1953 óta működő kórházi ese sportegyesület 5 évvel ezelőtt fennállása legválságosabb időszakát élte. Részint azért, mert az egyik azóta már megszűnt, sokáig stabil szakosztály, a teniszezőké olyan pénzügyi válságba került, ami az egyesület egészének további működését veszélyeztette. Másrészt pedig a vívó szakosztály is olyan súlyos eszköz, felszerelés, a folyamatos működéshez szükséges anyagiak hiányával küzdött, hogy a megszűnés veszélye is fönnállt. Aztán mint egy varázsütésre az elmúlt 2-3 évben minden mesébe illő módon megnyugtatóan perspektívát fölmutatva megoldódott az egyesület házatáján. Három pozitív dolgot tudok kiemelni. Az egyik az, hogy stabilizálódó szakosztályunk, a tenisz szakosztály megszűnése után problémákat sikerült megoldani. Másodszor az állami támogatás révén a vívó szakosztályt ismét fel tudtuk lendíteni, és a harmadik a polgári törvény megváltozása miatti új bejegyzést, a bíróság az alapszabályt is el tudtuk intézni, tehát stabilan, törvényesen tudunk működni. A vívás kiemelten támogató sportágak közé került Magyarországon. Az Országos Szövetség azonnal több mint mentővet dobott a nagyon régóta működő szekszárdi törvívóknak. Olyan korszerű eszközök, berendezések kerültek a DNS Valéria Általános Iskolai Centrumba, amellyel be lehetett újra csábítani az edzőterembe a gyerekeket, újra megjelent a kórház ese, előbb a regionális, majd az országos versenyeken is. Ez nagyon nagy öröm számomra, hiszen ha szabad ezt a kifejezést, aztán a padlón volt. Voltunk pár évvel ezelőtt, és most ismét virágzik a vívó élet Szekszárdon. Mindenképpen kell, hogy bírjuk, hiszen a gyerekeknek adunk egy óriási élményt, sportolási lehetőséget azoknak a gyerekeknek, akik a vívást választják. A termet nagyon régóta használjuk, és most sikerült teljesen úgy felszerelni gépekkel, elektromos vezetékekkel, hogy a gyerekek villannyal is tudnak vívni.
Immáron két szakosztályos lett a kórház ese. A vívók mellett a természetjárók maradtak, akik szintén kitartanak. Generációk jönnek-mennek, és ma már nem csak kórházi dolgozókból álló szakosztály mindig vonz a távozók helyére családostúl, barátostúl újabbakat. Akik vannak, azok pedig hosszabb távon maradnak. A létszámot nem szeretnénk nagyon növelni, de muszáj lesz, mert megígértük egy-két túratársnak, hogy az ismerősei jöhetnek. Ez egy ilyen 5-10 fő maximum. A stabil 60 fős létszám egyharmada az éves túratervnek megfelelően havonta, két havonta bebarangolja a Bakonytól a Pilisen át egészen a Mátráig vagy az Emplénig Magyarországot. De minden évben fordítanak figyelmet a helyi tolnai, baranyai, kevésbé ismert természeti érdekességek felfedezésére is. Sőt, néha az országhatárt is átlépik. Visszatérő lehetőségek, ilyen a zeketábor, ami az Erdélyi Kárpát Egyesületnek a rendezvénye, oda is azért el szoktunk menni, akkor vannak természetbarát találkozók, most már fesztiválnak nevezik, jövőre nem tudom, hogy hol rendezik, az idén Verőcén volt. A 2019-es éves túratervet még nem készítették el a kórház eset természetjáró szakosztályánál, erre majd januárba kerül sor. Az egyik tervezett célpont, mint azt megtudtuk, a fővárosi Budai hegység bebarangolása lesz. A közgyűlés tisztújítős volt egyben a kórház esénél, a testület újabb 5 évre megválasztotta a klub elnökének dr. Vastag Oszkár szemészfőorvost, aki a vívó szakosztály 70-es évekbeli fellendítésében fontos szerepet játszott. Az erőviszonyok kirajzolódása után három esélyesnek tekinthető az idei Tolna megyei első osztályú labdarúgó bajnokság. A Bonyhád és a Tolna mellett a magyarországi afrikaiakkal még tavaly megerősített Tamási is tartósan fellépett a dobogóra, s az őszi idény nagy rangadóinak megnyerése után a bajnoki cím megszerzésére is esélyes lehet a csapat. Ez van a kirakatban, de mi van a kulisszák mögött? Miként hat az afrikaiak jelenléte a tamási futball egészére? Erről is érdeklődtünk a legutóbbi győztes meccs után a klub egyik vezetőségi tagjától. Gyakran ismétlődő jelenet a gólöröm vagy éppen a meccs megnyerésének ünneplése a már tavaly afrikásodott tamási focistáknál. Halonáékkal jelentősen megerősödött a sárga-kék alakulat, tavaly középmezőny meghatározó tagjává lépett elő, a közelmúltban tartósan alsóházi tamási a megyei első osztályban. Az afrikaiak érkezése pozitívan hatott a maradó vagy éppen az újonnan érkező magyar játékosokra. Az erősödő megye egyes bajnokságban biztos dobogós várományos az idén a csapat. Azzal, hogy korábban nyerni tudott Tolnán, legyőzte két héttel ezelőtt a Bonyhádot, no és győztesen hagyta el a pályát a három élcsapatot a negyedik helyen követő, mindegyikükre veszélyes Dombóvár otthonában, az utolsó előtti őszi-téli fordulóban. Nos, nem mondják még ki, de egymás között beszélgetve már a bajnoki cím elhódítása is szóba kerül. Tervezünk persze igazolásokat, vannak kiszemelteink, illetve mi is tudjuk, hogy hova kellene igazolnunk még. Szerintem minden poszton elfér egy ember, de ezt majd meglátjuk, majd ezt a vezetőség eldönti. Úgy tűnik, hogy futball hangulat van, mindenki szeretné, hogy újra 10-15 év elteltével Tamási a régi fényébe tündököljön? Ez így van, én úgy gondolom, hogy mind az utánpótlásban, mind így az egész klub most úgy van, hogy igenis szeretnénk azt, hogy újra a régi fényében tündököljön, és ezt nem csak a felnőtt csapatra értem, hanem összességében az utánpótlásra is. Ez felettébb érdekes, mert a megyei első osztályban országszerte inkább az a jellemző, hogy a felnőtt csapat jó szereplése nem jár együtt az utánpótlás nevelés felvirágoztatásával. Éppen ellenkezőleg. Az utánpótlásban abszolút helyi, illetve a környékbeli településekről jönnek gyerekek, és én úgy gondolom a jelenlegi feltételek, amik most itt vannak a pályákat tekintve, abszolút vonzó a gyerekek számára, és a felnőtt csapat teljesítménye is abszolút szerintem egy pozitívum a gyerekek szemében, illetve bizonyos játékosok is példaértékűek lehetnek a gyerekek számára. Szerintem mondjuk akkor így az afrikai játékosok nagyon jó példát mutatnak. Egy profizmust ide behoztak, én úgy gondolom, az egyesülethez, és megint csak azt tudom mondani, hogy a gyerekek számára is ez egy példamutató, amit itt ők csinálnak a klubnál, mint edzésügyileg, mint pedig itt a mérkőzéseken. Közülük a pályán és az öltözőben is vezéregyéniség Yamme Haruna, a játékos edző, a csapatban előretolt center, akire föl lehet játszani a labdákat, aki gólokat lő rendszeresen, illetve gólpasszokat ad.
Harunát a védelemben, illetve a középpályán szereplő honfitársait motiválja a magasabb osztályban az NB3-ban való esetleges szereplés. Kérdés, hogy ebbéli tervüket a somogyi kitérő után esetleg itt a másikban tudják megvalósítani, miután a Honvédnál, a Lombárpápánál, illetve a Kaposvári Rákóczinál ez nem sikerült. Hát majd kiderül, hogy mindenképpen fel szeretnék ütni, hát aztán meglátjuk, mi lesz. Most játékos vagy edző vagy? Melyik gondolkod? Szeretnél Tamásit elvinni az NB3-ig egyszer? Ha feljutunk, akkor csak játékos leszek. Nem tudok, mert ez semi-pro. Tehát már egy magasabb osztályban kéne egy edző mindenképpen. Persze, mindenképpen kell. Hogy érzitek magatokat, mint afrikaiak itt Tamásiban? Jó a helyzet, egy vezetés, kapcsolatok, tehát nem lesz-e probléma? Nincs semmi baj, ott tökéletes ott lenni tényleg. A Zuhany híradóból olyan hírek szivárogtak ki, hogy tartozik a klub a játékosok felé, és ez negatívan hathat a teljesítményre a későbbiek során. A legutóbbi két meccs a rossz indulatúnak tartott feltételezés cáfolata volt. Ez ügyben nem szeretnék semmit sem mondani. Szerintem itt a pályán most mindenki látta, hogy igenis van itt futball, tudunk mi futballozni, és igenis oda tesszük magunkat. Akár van pénz, akár nincs pénz, akármit mondanak az emberek itt a megyében. Látványos gálával ért véget az idei Dunántúli Szlalombajnokság Orfűn. A futamra 80 autós nevezett, köztük a két legfiatalabb versenyző, a 11 éves Szaklajda Alexa és a 9 éves Dicső Dominik. A Dunántúli Szlalombajnokság idén összesen 4 futamból állt. Mindegyik versenyre több mint 70-en neveztek. Mivel a bajnoki pontokat az összeredmény alapján számolták össze, érdemes volt minden futamon részt venni. A szezont gála versennyel zárták Orfűn. Dicső Dominik volt az éves szlalomverseny legfiatalabb versenyzője. Ő ennek a Mercedesnek a sofőrje, és mindössze 9 éves. Junior kategóriában 3. lettem, de szerintem én meg voltam magammal elégedve, elég jó volt. Milyen volt a pálya, mennyire tetszett? Nagyon kacskaringós volt, de voltak gyors részek is benne. Erről a pályáról mit tudsz? Ez milyen pálya? Ez nagyon gyors pálya, a patkákra nagyon kell figyelni, és a gumikra is. Én inkább ezt a fajtát szeretem, mert a másiknál ott ilyen túl bonyolítják. A 11 éves Szaklajda Alexa már rutinos versenyzőnek számít. A szlalomverseny futamaira és a gála versenyre is sárga Opel Tigrájával nevezett. Nekem mindegyik tetszett, szóval én nagyon szerettem mindegyiket, szóval nekem az összes pálya is jó volt, amikor gyors volt, amikor szűk volt, de ez a pálya is jó, de ebbe is van olyan rész, ahol szűk, és a kanyarok is eléggé szűkek. Úgyhogy így körülbelül ennyi. Úgy gondoltam, hogy először megyek csak egy kicsit gyengébben, hogy megnézem a pályát, mert ugye még egy kicsit vizes, és hogy megpróbálom, hogy milyen. És aztán, hogyha már tudom, hogy milyen a csúszás határok, vagy a fékezés, akkor fogom elkezdeni jobban inkább csinálni. A pilóták többsége mind a 4 futamon részt vett, de akadtak olyanok is, akik csak a gála versenyre rakták össze autójukat. Hát azt kell tudni, hogy az autó ez egyedi, ez egy prototípus, egy Yamaha motornak a blokkja van beleépítve a hátunk mögé, hátsó kerék hajtású, ideges nagyon, szeretünk vele menni. Hát, hogy hova? Mert meglátjuk ott a kategóriába, hova férünk oda, szeretnénk az elsőbe benne lenni. Én igazából nem tudtam egész nap, egész évben menni, majd ezen a napon megpróbáljuk pótolni az éves hiányosságokat. Ezen az elsőn indulok. Én az autót most vettem, nem olyan régen, úgyhogy egyelőre ez az első. Opel Omega 2000 köbcentis motor van benne váltóstól, szokásos Lada erősítések futóműbe, karosszériába kicsövezve, ennyi. Igazából én nekem ez egy ilyen mellékág, én már a ladázást egyszer abba hagytam, most belecsöppentem újra, de már tudom, hogy nem véletlenül szálltam ki abba az időbe belőle, úgyhogy én visszaülök inkább majd a saját márkára. A pécsi szlalomverseny második reneszánsza 2 évtizedes múltra tekint vissza. Király Gábor és csapata újra megteremtette a lehetőségét ennek a látványos és szinte mindenki számára elérhető műfajnak. Hát mi, mint rendezők, nagyon meg vagyunk elégedve, mert jól sikerült ez az év, és remélem, hogy a versenyzők is meg vannak elégedve. Ezt mutatja az a szám, hogy körülbelül 80 nevezünk van erre a gála versenyre, ami nem a bajnokság része, hanem kicsit így megünnepeljük és megköszönjük ezzel a versennyel a versenyzőket,
versenyzőknek, hogy itt voltak velünk egész évben. Az adottságok miatt ez nem lehet egy hosszú pálya, egy kicsit technikás, de egy gála versenynek ez pont megfelelő lesz. Az első kerékhajtások egy kicsit elevenebbek lesznek itt, viszont sokkal látványosabbak a hátsó kerékhajtású autók, például a Ladák vagy a közönség kedvenc BMW-k. Jövőre ismét egy 4-5 futamos bajnokságot terveznek, esetenként új pályákkal. Ahhoz, hogy valaki benevezzen a szlalombajnokságra, mindössze egy műszakilag megfelelő állapotú autó szükséges. Még jogosítvány sem kell feltétlenül, hiszen minden évben hirdetnek junior kategóriát is. Idén 151-en vállalták, hogy teljesítik a 2x400 métert a pécsi tévétorony körül, majd felfutnak a 420 lépcsőfokon. A leggyorsabbak 5 perc alatt értek célba. Az iskolák közül a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma, a pécsi belvárosi általános iskola és az alma melléki Somogyhársági iskola volt a legaktívabb. Elrajtoltak a lépcsőfutás résztvevői, a megmérettetés 800 méter futással kezdődött a tévétorony körül, majd ezt követően jöhetett a 420 lépcsőfok. A mezőnyben nem csak magyar, hanem külföldi sportolók is voltak. A leggyorsabb Schumann Máté volt, aki 4 perc 50 másodperc alatt ért fel az étterembe. Igazából előre kitervelt taktikám nem volt. Az volt a szerencsém, hogy amikor elkezdődtek a lépcsők, gyorsan el tudtam futni. És akkor előnyt tudtam szerezni, hogy nem tudtak beérni a többiek. Hányasával vetted a lépcsőfokokat? Az elején még volt rész, ahol hármasával is, meg a korláttal segítettem, de az utolsó szakaszban már gyalogoltam is, szóval felecs. 4 vagy 2-esével főleg inkább. Számoltad, hogy hány lépcsőfok van? Láttam, hogy nem. A nők közül a PVSK maratonfutó olimpikonja Szabó Tünde 5 perc 13 másodperces idővel ért elsőként a célba. Hát amiért hosszú távfutó vagyok, ezért nem nagyon osztottam be az erőmet, de nehezebbre számítottam, a végén elfáradtam, akkor visszavettem, azt hittem még van vagy 10 emellett, aztán meglepődtem, hogy fönn is vagyok a tetején. Számoltad a lépcsőfokokat? Nem, inkább nem számoltam, maratonon se számolom, csak a végén, hogy mennyi van vissza, mert csak lefárassza az ember. Tündét párja is elkísérte a lépcsőfutásra, sőt, ő is teljesítette a távot. Jól esett, de igazából nem akartam nagyon túlerőltetni magam, csak a jó hangulatért, meg azért, mert szép a kilátás, minden, akkor eljöttünk, azt örülök, hogy részt tudtam venni én is ezen az eseményen. A szokásokhoz híven ezúttal is sok atléta és kerékpáros indult, de a tűzoltók is képviseltették magukat egy csapattal. Az iskolák közül a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziuma, a pécsi belvárosi általános iskola és az alma melléki Somogyhársági iskola volt a legaktívabb. Először jobban belefektettem az energiámat az első körbe, utána kevésbé, és utána a lépcsőfutásnál jobban. Melyik volt a legnehezebb rész neked? Hát, igen, nekem is. Te mit csinál, hogyan osztottad be az erőd, mire figyeltél? Hát én elején kicsit kevesebb, és hát tartalékoltam az erőmet, és akkor majd a lépcsőnél ott már nehéz volt. Legközelebb is elindultok? Persze, igen. Kéne volna. Számoltátok, hány lépcsőfok van? Nem. És ezt számoltad? Én sem, nem számoltam. Akárcsak a férfiaknál és a nőknél, a fiúknál és a lányoknál is az első 3 helyezettet díjazták, majd kisebb sportszereket sorsoltak ki a versenyzők között. 8 éve rendezzük szinte megszakítás nélkül a tévétorony futóversenyt. Ugye az a lehetőségünk van, hogy Pécs város fölött magasodik ez a tévétorony, és 420 lépcsőfokot kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki ezt a versenyt megnyerje. Ezért ezzel a lehetőséggel éltünk. Ugye a rendező kilátóétterem és a zengő ese jóvoltából került megrendezésre ez a verseny. Rengetegen jöttek, majdnem közel 100-an vagyunk itt jelen, és nagy örömemre, hogy több iskola, így Pécsről a belvárosi általános iskola, Alma mellék, Somogyhárság, Pécsvárad, Kumlóról is voltak indulók. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ameddig lehet, ezt a versenyt szeretnék megrendezni a jövőben is. A férfiaknál Schumann Máté után Horváth Zoltán ért célba, mindössze 4 másodperccel lemaradva. Harmadik lett Iván László,
ő kereken 5 perc alatt teljesítette a távot. Nők közül Szabó Tündét Sohár Judit követte 6 perc 4 másodperccel, harmadik lett Hakszer Erika 6 perc 21 másodperces idővel. A fiúk közül Nagy Bálint lett az első 5 perc 40 másodperccel, második Szabó Csongor 6 perc 5 másodperccel, és harmadik Pintea Viktor Márk, aki 6 perc 6 másodperc alatt teljesítette a távot. Lányoknál első lett Boda Miriam 7 perc 10 másodperccel, második Gonda Jázmin 7 perc 23-mal, és harmadik Sárközi Orsolya, aki 7 perc 40 másodpercet futott. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk ismét, addig is viszontlátásra!